mértékben a devizahitelesek zöme. Másik tétel. Önök gyors megoldást ígértek, és Rogán úr, aki egyébként ilyen multifunkcionális képviselőként van jelen a parlamentben, hiszen mindenhez ért, beadott az elmúlt évben egy javaslatot. Önök azt mondták, hogy tudják, hogy nem ez a megoldás, majd lesz jobb is, de ez a javaslat is segít. Segített is mindazoknak, akik jó helyzetben voltak. Segített mindazoknak, akiknek volt pénzük. Hát kinek segít az a javaslat, emlékezzünk csak vissza, amely arról szólt, hogy egy összegben is vissza lehet fizetni törlesztést. Annak, akinek volt pénze. Nem annak a, immár több mint 120 ezernek, aki az ingatlanának, házának, lakhatásának, elvesztésével, felszámolásával számolhat. Tisztelt államtitkár úr, ez a előttünk lévő javaslat azt jelzi, hogy a bankokkal való tárgyalás során önöknek beletört a bicskája ebbe a kérdésbe. Nem sikerült megoldást hozniuk. Nem is sikerülhetett, mert két nagyon fontos csoportot vagy kört kihagytak ebből az egyeztetésből. Az egyik a már bizottsági elnök úr által is említett hitelesek és a hitelesek képviselőinek a köre. A másik pedig azoknak az önkormányzatoknak a köre, akik naponta szembesülnek ezzel a problémával, hiszen egyfelől náluk jelentkeznek az emberek segítségért, az ő közmű cégeik számláit nem fizetik ki azok, akik lehetetlen helyzetbe hoznak, és ők azok, akik birtokolják a valóságos szociális bérlakásállományt, a segítségnyújtás jelenleg meglévő szinte egyetlen formáját. Ezért tehát nem lehet eléggé kárhoztatni azt a tárgyalási módszert, amely csak a bankokra korlátozta ezt a tárgyalási módot, és kifelejtette belőle azokat, akikről szól ez az előterjesztés, és kifelejtette azokat, akik meg test közelből érzik, mint közvetlen választott képviselők, önkormányzatok ennek a problémának a jelentkezését. Az önkormányzatok különösen azért érdekesek, államtitkár úr, mert ők azok, akik egyébként a devizahiteleseket hitelező bankoknál például számlát is vezetnek. Nem csekély tárgyalási pozícióba juttathattuk volna az önkormányzatokat akkor, amikor bevontuk volna őket ebbe a tárgyalásba, és bevontuk volna olyan partnerként, aki vagy amely nem csak a devizahiteleseket segíteni, hanem komoly pénzügyi partnerként van jelen a pénzintézetekkel kapcsolatban. Az előterjesztés nem teljes értékű, és hagyj beszéljek egy kicsit arról, ami rettenetesen hiányzik belőle, bár az ígéretek arról szólnak, hogy benne lesz ez, a bizonyos nemzeti eszközkezelő. Ez lesz az a formáció, ha lesz, amelynek a működéséhez pénz kell. Mert eljutottunk a megoldásnak ahhoz a pontjához, itt az előzetes vitában és a bizottsági véleményekben is, amely kerülgeti ugyanezt a kérdést, de nem teszi világossá, hogy muszáj pénzt szánni a megoldásra. Különösen akkor, hogyha ennek a problémának az előidézésében véleményünk szerint nagy és negatív szerepet játszott a jelenlegi kormány és annak gazdaságpolitikája. Az előterjesztésben hiányzó, benne nem lévő eszközkezelő az, amely a valódi megoldást éppen azoknak fogja adni, akik a legnehezebb helyzetben vannak, mert ők azok, akik nem tudnak már mit kezdeni. A mostani javaslat nem azoknak szól, és ezt szeretném leszögezni, nem azoknak szól, akik leglehetetlenebb helyzetben vannak, hanem azoknak, akik még talán felszínen tudnak maradni. Az eszközkezelőről tehát, és annak hiányáról azért kell szólni, mert enélkül nem teljes értékű a javaslat, enélkül a támogatását is igen-igen meg kell fontolni. És mi a helyzet azokkal a javaslatokkal, amelyek előttünk fekszenek? Amikor a rögzített árfolyamról és a gyakorlatban átütemezett hitelről beszélünk, mert nem másról szól ez, mint a hitel átütemezéséről, akkor fontos felhívni a figyelmét mindenkinek arra, hogy egy olyan csőbe kerülhet, amelyből nincs visszafordulás. Ha ebbe belemegy, akkor ebből kiszállni nem lehet. Ezért tehát jó, ha tisztességgel tájékoztatunk mindenkit arról, hogy bizony abban a csőben nem lehet megfordulni. Jó, ha tisztességgel tájékoztatunk mindenkit arról, hogy a helyzet úgy fog kinézni, mint amikor egy jogtalanul fogvatartottal örömmel közlik, hogy bár a fogvatartásának a körülményei enyhültek, de hát a hossza meg az hosszabb lett. Szóval a megoldásnak ez a módja veszélyeket hordoz. Éppen azért hordoz veszélyeket, mert 2014 után sokaknak változhat még úgy a helyzete, a fizetése, a bére, a családja, a lakhatása, hogy akkor lesz majd bajban, bár most esetleg fellélegzik, hogy talán kevesebb a problémája. A másik ilyen mindenképpen kritikára okot adó
körülmény a moratóriumnak a részleges feloldása és ennek a szabályozása. Meg kell, hogy mondjam, hogy bár hazánkban sokan nem szimpatizálnak azokkal, akik tehetősek, és bizonyára tehetősnek nevezik azt, akinek van egy 30 milliós ingatlanja, amire 20 millió hitelt költött, de személyes nézetem szerint annak, aki földön futó lesz, ugyan mindegy, hogy 20 milliós hitelből és 30 milliós ingatlanból teszi ezt. De ám legyen. Ennek ellenére is az látszik, hogy az itt előttünk lefektetett javaslat részben nem fed le egy teljes kört, részben pedig nem ad választ pontos kérdésekre. Nem ad például választ arra a kérdésre, hogy lesz-e szabad elvonulás? Mi a helyzet ezzel? Államtitkár úr az expozéjában nem érintette azt a kérdést, hogy sokak vannak olyan helyzetben, hogy a hiteltörlesztésük növekedett, a fennálló hitelük jóval növekedett a hitelfelvétel óta, a már általam is említett okoknál fogva, az ingatlan értéke csökkent, nyilván a vásárlás nem ad teljes fedezetet a hitel értékére, bárki legyen is, aki ezt megvásárolja, eszközkezelő vagy bárki más. Mi a helyzet a hitel fennmaradó részével? Mi a helyzet a szabad elvonulással? Ön államtitkár kollégája talán egy hete azt mondta a nyilvánosságban, hogy ez lesz. Hát akkor lesz vagy nem lesz? Ugyanis az előttünk fekvő előterjesztés erre nem ad választ. A sajtóból értesülni pedig ilyen kérdésekről azért veszélyes, mert felkelti újra azt a reményt, amelyet önök egy éve érezgetnek és táplálnak, és ez a remény omlik most össze, amikor a devizahitelesek ilyen előterjesztéssel találkoznak. Tisztelt államtitkár úr, zárásként azt szeretném elmondani, és tisztelt képviselőtársaimnak is, a legnagyobb hiba ebben az egész előterjesztésben az, hogy egy évig táplálta a reményt, hogy lesz megoldás, és a remények köddé foszlanak, mert a megoldás pont arra nem ad választ, hogy a legnehezebb helyzetben lévőkkel mi lesz. Elnök úr, köszönöm szépen a szót, köszönöm a lehetőséget. Tisztelt Országgyűlés, most megadom a szót Vas Imrének, a Fidesz képviselőjének. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház! A T per 3498-as számú a devizahiteleseket megsegítő törvényjavaslat az első komolyabb megerősítéseként szolgál annak a roskadozó háznak, amelyet a szocialista, szabaddemokrata, adósságépítő mesterek hagytak örökségül. A devizahiteltorony 2004 óta épült. Úgy, hogy azt a kétkezi dolgozókat, a jövendőbeli tulajdonosokat magukra hagyták, hogy pakolják egymás után az eladósodás tégláit. A statikust teljesen kihagyták a folyamatból, a mérnökember is csak annyiban avatkozhatott bele, hogy azért ne dőljön össze kártyavárként az egekbe nyúló devizahiteltorony. A második Orbán kormány ezt az adósságtornyot örökölte meg, amely imbolyog a nemzetközi pénzpiac elsősorban a svájci frank viharában, hogy az már az utolsó órájában jár, hogy le ne omoljon. Erre kellett megoldást találni olyan formában, hogy minden érintett és felelős szereplő kivegye részét az imbolygó épület megerősítésében. Mind a devizatorony hitelezőjének, a bankoknak, mind a toronyért felelősséget vállaló szakembereknek, az államnak, és végül, de nem utolsó sorban, a leendő szép kilátás reményében az adósságtéglát pakoló devizahiteleseknek. A kormány a bankszövetséggel kötött megállapodásnak 5 pontjából 3-at rendez a törvényjavaslatban, én ebből 2-vel foglalkozom felszólalásomban, vagy 2-t érintek. Az egyik a rögzített árfolyam bevezetése. Ez azoknak az adósoknak jelenthet segítséget, akiknek a havi törlesztő részlete olyan teher, amelyet már nem képes finanszírozni. Itt meg kell különböztetni azonban azokat az adósokat, akik még képesek törleszteni hitelüket, még úgy is, hogy devizahitelük 35-40%-kal is megemelkedett a kezdeti törlesztő részlethez képest, valamint azokat az adósokat, akik nem képesek ezt törleszteni. A rögzített árfolyam választásának lehetősége, amely nem kötelező senkire sem nézve, lehetőséget biztosít azoknak a családoknak, hogy átmenetileg a keresők egyike elvesztette például a munkahelyét, vagy keresetük tükrében
úgy vettek fel hitelt, hogy ezt kezdetben még könnyedén finanszírozni tudták, de az árfolyam emelkedésével ez a havi költség kiegyenlítése komoly nehézséget okozott, vagy okoz. Az ő számukra rendkívül nagy segítséget jelent, hogy rendezhetik soraikat a rögzített árfolyam használatba vételével egészen 2014. december 31-ig, mely időpontig az árfolyam különbözetet egy külön gyűjtőszámlán lesz vezetve. A magyar állam készfizető kezesként felel a gyűjtőszámla hitelből eredő tartozások 100%-áért a rögzített árfolyam alkalmazásának ideje alatt. Továbbá kezesként felel a gyűjtőszámlából eredő tartozások 25%-áért 2015. január 1-től. A garanciavállalás iránti igényt a pénzügyi intézménynek be kell jelentenie, és ezt követően kezességvállalási díjat kell fizetnie. 3 év távlata hosszú idő, és ilyen időtávon számolva közgazdasági ismereteink szerint nagy ingadozást tudhatnak be maguknak a deviza árfolyamok értékei. Tehát a svájci fran jelenlegi 220 forint körüli árfolyamához képest rögzített 180 forint alá is süllyedhet, amely a gyűjtőszámlán értelemszerűen csökkenti az adós fizetési kötelezettségét. A másik fontos pontja a törvényjavaslatnak a kényszerértékesítések kvótához kötése és menedzselt lebonyolítása. Ennek értelmében 2011. július 1-e és október 1-e közötti időszakra fenntartja az árverési és kirakoltatási moratóriumot, de ennek körét tovább szűkíti. Kikerül hatálya alól a nagyértékű, 30 millió forintot meghaladó forgalmi értékű és 20 millió forintnak megfelelő hitelösszeget biztosító ingatlanok. 2011. október 1-ével pedig életbe lépteti az úgynevezett kényszerértékesítési kvótát. A kényszerértékesítési kvóta azt határozza meg, hogy a 30 millió forintnál alacsonyabb értékű ingatlanok közül a hitelezők mennyi ingatlant adhatnak át kényszerértékesítésre negyedévenként. Ennek az intézkedésnek köszönhetően az ingatlanpiac összeomlása elkerülhető, hiszen ez mindenkinek az érdeke. Ez a két pont önmagában is rendkívül fontos eleme a bankszövetséggel kötött megállapodásnak, azonban komplex megoldást az eszközkezelő társaság létrehozásával teremti meg a kormány. A kitűzött cél nem más, mint az, hogy senki se kerüljön az utcára. Szociálpolitikai szempontból sokkal költségesebb az egész társadalom részére, hogyha tömegesen elvesztik az emberek otthonukat, hiszen a munkavállalás, bár jogszabály által meg nem követel, de gyakorlatban alapfeltétele, az állandó bejelentett lakcím. A nemzetgazdasági szempontból elvitathatatlan, hogy egy mostani mentőcsomag sokkal kisebb költséget jelent a magyar társadalom számára, mint a későbbiekben meghozott, de késői segítség, amely több százezer ember egzisztenciális és szociális problémáját orvosolja. A deviza hiteltoronynak olyan széles alapzatot építünk, amely révén nem további magasságokba emelkedik, kiszámíthatatlan imbolygó módon, hanem akár mint egy piramist erős elemekkel körbeépítjük, hogy szilárd lábakon álljon, és az adósoknak biztonságot nyújtson. Köszönöm, hogy meghallgattak. Felszólása következik, Hegedűs Tamás, a Jobbik képviselője. Öné a szó, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Az előttünk fekvő előterjesztés az deklaráltan is, hogy csak része annak a megoldáscsomagnak, amit a kormány terjesztett elő a devizahitelesek problémájának megoldására. Így értelemszerűen az előterjesztésen túl érintenünk kell ennek a csomagnak egyéb elemeit is. De ami itt ma előttünk fekszik, ez az előterjesztés, ez az árfolyam rögzítésnek a technikát, ennek a módjait szabályozza. Vannak ennek a megoldásnak előnyei, kétségtelenül kiszámíthatóbbá teszi az adósságszolgálatot az adósok javára.
Hozzá kell tennünk azonban azt is, hogy ez természetesen nem jelenti az adósságterheknek a csökkenését, ha a futamidő egészét nézzük és az adósságszolgálat egészét nézzük. A gyűjtőszámla hitel bevezetésével a jelenlegi, a pillanatnyi terhek ugyan csökkennek, de a jövőben kifizetendő terhek nőnek, pontosabban időben megnyúlnak. Tehát ezt tekintjük mi az előterjesztés hátrányának, hogy ténylegesen a futamidő egészét tekintve nem csökkenti az adósok terhét, csak a jelenlegi többletterheket időben jobban szétteríti, ami egyébként az adósságszolgálatnak a meghosszabbítását is jelenti. Az alaphelyzet továbbra is az, hogy bár minden értékelés elismeri, hogy a kialakult helyzetért egyaránt felelős az állam, a bankok és a hitelfelvevő is, továbbra is minden teher, vagy majdnem minden teher az adósokon nyugszik, csak időben elnyújtva. Ugye a megoldási csomagnak része a Nemzeti Eszközkezelő Alap is, amiről ez az előterjesztés nem szól. Ugyanakkor viszont a kilakoltatású moratórium feloldásával, amit már kodifikál, egy bizonytalan, jogbizonytalan helyzetet hoz létre. Ez egy fontos kifogásunk az előterjesztéssel szemben. De ha a vita egészét nézzük, akkor a legnagyobb problémánk azzal, hogy mindenki kerülgeti azt a legfontosabb megállapítást, a lényeget, hogy költségvetési beavatkozás nélkül lehet ábrándozni, lehet szép szavakat felfesteni arról, hogy könnyítünk az adósok helyzetén, ez gyakorlatilag nem fog működni. Ugyanis adva van egy helyzet, adva van egy különbség, ami a hitelfelvételkor várt, és az akkor meglévő árfolyamból adódó kamatteher, és a jelenlegi árfolyamon számított kamatteher között van. Ez a számításaink szerint körülbelül 700 milliárd forint. Az alapvető kérdés az, hogy ezt a 700 milliárd forintot, ezt a többletterhet kiviselje. Most a kormány olyan technikát dolgozott ki, ami, ha kiszámíthatóbb módon is, de mégiscsak a zömét ezzel az adósokra terheli. A mi álláspontunk az, hogy már ennek a többletternek, már ezt a többletterhet is eleve szét kell osztani a folyamatban résztvevők között. Persze ellenvetésként lehet fölhozni, hogy senki nem kényszerítette az adósokat arra, hogy ezt a devizahitelt fölvegyék, és hát viselje mindenki a döntésének a felelősségét. De arra fölhívnám a figyelmet, hogy reálisan csak azt a felelősséget lehet elvárni utólag is a hitelfelvevőktől, ami az úgynevezett normál piaci kockázatnak a mérlegelését jelentette. A bankok is erről tájékoztatták az ügyfeleket, és a viszonylag alacsonyabb kamatban is ezt a normál piaci kockázatot áraszták be. Egy globális pénzpiaci összeomlást abban az időben a legnagyobb elemzők sem prognosztizáltak és nem kalkuláltak be, nemhogy egy tájékozatlan hitelfelvevő. Mi a fő problémának önmagában a devizahitelek magas állományát tekintjük. Önmagában az, hogy ilyen mértékben van a lakosság eladósodva a devizahitelben, elsősorban a svájci frankban, ez önmagában jelenti azt a problémát, amit meg kell oldani. Ez a javaslat ezen nem segít. Ez a javaslat, tehát ezen csak az segítene, hogyha valamilyen módon a devizahitelek forintosítását megoldanánk. Ez viszont mindannyian tudjuk a jelenlegi árfolyamok mellett lehetetlen küldetés, ezért ismételjük meg azt a javaslatunkat, hogy itt van az a hely, amikor a közjó érdekében indokolt lenne a költségvetésnek a szerepvállalása. Mi indokolhatja a költségvetési beavatkozást? Ez egy súlyos kérdés, hiszen tudjuk, hogy ilyen közpénzeknek a felhasználásról van szó, és ilyen megoldást csak felelősen lehet javasolni. Mégis indokoltnak látjuk ezt a tehervállalást. Először is azért, mert magát az államot is felelősség terheli a kialakult helyzetért. Ezt egyébként maguk az előterjesztő is elmondta, illetve a kormánypárti érvelők is, és ezzel egyet is értünk. Tehát az elmúlt 8 évnek a elhibázott gazdaságpolitikája felelős ezért a helyzetért. Viszont az államnak megvan a maga jogfolytonossága, tehát igenis felelősséget kell vállalni a mai államnak is az állampolgárok felé. Hozzátesszük azt is, hogy nem önmagában, nem gondoljuk azt, hogy egy költségvetési támogatásnak a megnyitása önmagában megnyitja a problémát. A gazdaságpolitikai megoldás csak az hoz, hogyha ezzel együtt a bankokat kényszerítjük ebben a konstrukcióban arra, hogy a nyomott kamatlábbal biztosítsák ezeket a forintosított hiteleket, ami a mi javaslatunk szerint a jegybanki alapkamat plusz 2%. És ezzel együtt
ami már nem ennek a csomagnak a része lenne, de el kell érni azt is, hogy a Magyar Nemzeti Bank végre felhagyjon ezzel az önsorsrontó magas kamatpolitikával, és végre normális szintre szoruljon le a jegybanki alapkamat. Ezt első lépésben már egy 2% pontos csökkentést lehetségesnek látunk. Miért fontos még ezt a megoldást? Nem csak a szociális érzékenység miatt, hanem azért is gazdaságpolitikai megfontolásból. Mert a magas devizahitel állomány gúzsba köti a gazdaságpolitikát. Előfordulhat olyan gazdaságpolitikai helyzet, ami olyan beavatkozást igényelne, ami az árfolyamnak a romlását eredményezheti, időlegesen vagy tartósan. Ez normál körülmények között nem rossz, nem jó. Ez egy olyan adottság, amivel a gazdaságpolitikai kormányzat élhet. Ilyen esetben viszont, amikor ilyen magas a kitettség, ilyen magas a devizahitel állomány, gyakorlatilag a devizahitel állomány túlszává válik a gazdaságpolitika. És még egy dolgot ne felejtsünk el, amit az érvelésből általában kimarad. Nem csak azzal van probléma a gazdaságpolitikai szempontból, nem csak akkor jelentkezik a probléma, amikor egy család nem tudja fizetni tovább a hiteleket. Gazdaságpolitikai szempontból az is probléma, hogyha valaki erejét megfeszítve fizeti a megnövekedett terheket, hiszen ezzel a keresletet csökkenti, a nemzetgazdasági keresletet csökkenti, saját fogyasztását csökkenti, ami a GDP növekedésnek az egyik fő hajtóereje. Tehát azzal az esetben, hogyha vállalnánk ezt a lépést, a költségvetési beavatkozást egy jól átgondolt konstrukció mentén, és nem nyakló nélkül beleöntve, ebben az esetben ez a vásárlóerő visszatérne a gazdaságba, és a gazdaság élénkítésében igen fontos szerepet játszhatna. Nem értünk egyet azzal se, hogy egy ilyen döntés, egy ilyen megoldás felelőtlen hitelfelvételre bátorítani a jövőbeli adósokat, hiszen nem arról van szó, hogy az állam kifizetné helyettük az adósságot, az adósnak továbbra is kell fizetnie azt a hitelterhet, amit vállalt akkor, amikor fölvette, csak a senki által nem prognosztizált többletterhek osztaná meg a költségvetés a bankok és a hitelfelvevők között. Tehát ettől még senkit nem bántorít a jövőben felelőtlen hitelfelvételre. És végül egy záró gondolat, tegnap éjjel tárgyaltuk, illetve ma éjjel volt már az, a MOL-nak a visszavásárlására vonatkozó kormányzati kezdeményezést, amit mi egyébként nemzetstratégiai megfontolásból támogattunk. Itt most ezt csak olyan szempontból hozom fel példaként, hogy látszik, hogy amire van erős politikai elhatározás, arra meg lehet találni a megfelelő forrásokat is. Mi erre bátorítjuk a kormányzatot, hogy ne álljon meg félúton, vállalja ennek a terhét, és oldja meg ezt a problémát, ne elégedjen meg részlegoldásokkal, hanem a gyökeres megoldás felé keresse az utat. Köszönöm figyelmüket! Tisztelt Országgyűlés, ügyrendi kérdésben kért szót Nyakó István, az MSZP képviselője. Képviselő úr! Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Tisztelt ház! Azt javaslom, hogy a TPR 3489-es számon benyújtott devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvényjavaslatot a ház vegye le napi rendjéről, azaz pontosítok, napoljának a tárgyalását, és ha elnök úr megengedi, akkor indokolnám a javaslatomat. A Orbán kormány Orbán Viktor úr kérésének megfelelően szociális konzultációt kezdeményezett a magyar választópolgárokkal, mindenkivel 16 év felett, ez több mint 8 millió választópolgárt jelent. Indoklásként hagyj olvassak fel egy idézetet. Azért folytatjuk a szociális konzultációt, hogy a kormányzati döntések és a parlamenti döntések meghozatalakor az emberek véleményét ismerjük, és annak megfelelően tudjunk eljárni. És mint tudjuk, a nemzeti konzultáción, amikor alkotmányról döntöttünk, ezeknek a kérdőíveknek, ennek a kitöltésének közjogi következménye van. Ennek alátámasztására Orbán Viktor úr nem csak egy óhajt, egy sóhajt fogalmazott meg, hanem kormányhatározat született ennek a konzultációnak a végrehajtásáról, tehát ez már jogszabály, ez pedig a 1137/2011-es kormányhatározat. 750-800 millió forintot fognak az adófizetők pénzéből erre elkölteni, és akkor idézném ennek a konzultációnak a hatos kérdését. Vannak, akik szerint a deviza alapú lakáshitele rendelkezőknek állami segítséget kell nyújtani, hogy ne kerüljenek az utcára. Mások szerint az államnak nem kell segítséget nyújtani senkinek, aki nem tudja fizetni az adósságát. Ön mit gondol? Jelzem, elnök úr is tisztelt ház, hogy 15-én jár le a konzultációs évek visszakerülésének a határideje, azaz a mai nap. Én nem hiszem azt, hogy ilyen gyorsan sikerült volna a kormányzatnak kiértékelni ezeket a válaszlapokat, azzal együtt, hogy 30-án fogják egyébként
Szijjártó Péter úr szerint közhírré tenni, hogy mi ennek az eredménye. Akkor viszont nem értem, hogy mi az az erőteresztés az asztalunkon. Talán csak nem arról van szó, kedves államtitkár úr, kedves kormány és Fidesz, hogy parasztvakítás az, amit önök szociális konzultációként elkezdtek. Régen eldöntöttek mindent, az fog történni, és nem érdekli önöket a nép véleménye. Vagy, ha nincs igazam, akkor napuljuk a döntést 30-a utára, amikor a nép véleményét megtudtuk. Köszönöm szépen! Tisztelt képviselő, tisztelt országgyűlés, a plenáris ülésen egy indítvány, egy törvényjavaslat tárgyalásának feltételeinél kizárólag arra kell tekintettel lenni, hogy a házszabály rendelkezései a tárgyalást minden szempontból lehetővé teszik el. Elnapolást az előterjesztők érhetne, amire az országgyűlés vita nélkül szavazna, amiről ön beszélt, az egy másik, az egy politikai kommunikációs térben zajló esemény. Úgyhogy visszatérünk a felszólaló köréhez. Megadom a szót Rogán Antalnak, a Fidesz képviselőjének. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Érdekes kis intermezzót hallhattunk az előbb. Hadd kezdjem azzal, hogy a Magyar Szocialista Párt, amelyik ezek szerint egyébként felelős ezeknek a devizahiteleknek a kialakulásáért, azért, hogy az embereket részben belekergette, részben áltatta azzal, hogy ez jó megoldás, a kockázatokra nem figyelmeztetve, az most egyébként azt kéri az országgyűléstől, hogy ne oldjuk meg a problémát. Ez azért elég sajátos hozzáállás, azt kell, hogy mondjam. Előbb belekergetik a csődbe az embereket, utána pedig azt mondják, hogy hagyjuk őket ott. Ne is foglalkozzon vele az országgyűlés. Ezt jelentette az az indítvány, amit egyébként Nyakó úr az előbbiekben megfogalmazott. Ez csak az egyszeri rádió vagy tévé hallgatók, illetve nézők kedvéért szeretném megfogalmazni. Én azt gondolom, ez meglehetősen álságos hozzáállás, mélyen tisztelt képviselő úr, és természetesen a szocialista frakció részéről is az. Én azt gondolom az, hogy ennek a problémának a megoldására szükség van, az sok százezer ember véleménye Magyarországon. Én nagyon bízom benne, hogy a szociális konzultáció kérdőíveiből is ez derül ki. Ha az ellenkezője derül neki, az természetesen egy másik helyzet, de én nem hiszem, hogy ez így lenne, hiszen Magyarországon ez jelenleg a deviza kölcsönök problémája, az több mint 1 millió családot érint. Több mint 1 millió család küszködik ezzel a problémával, és tekintettel arra, hogy itt hozzászólásomból én próbáltam volna most a politikai felhangokat abszolút mellőzni, és sokkal inkább egy szakmai hozzászólást tenni. Az előbbiek miatt kénytelen vagyok azonban mégiscsak 2 percben kitérni arra, tisztelt képviselőtársaim, hogy azért ez a probléma hogyan keletkezett. Ez a probléma úgy keletkezett, hogy Magyarország volt az egyetlen olyan ország, amelyik 2002 után a lakás célú hitelfelvételt semmilyen formában állami támogatással nem ösztönözte. Ilyen programmal a magyar kormány 2002 és 2010 között érdemben nem rendelkezett, tehát azokat az embereket, akik a lakhatásukat próbálták megoldani, azokat gyakorlatilag belekergették a devizahitelekbe. Annak ellenére, hogy volt egy pénzügyi szervezetek állami felügyelete, létezett a kormány, és mindegyiknek lehetősége lett volna arra, hogy a devizahitelek tekintetében a korlátozásokat léptessen életbe, hogy a veszélyekre felhívja a figyelmet, semmi ilyesmi nem történt. Hogy erre lett volna jogi lehetőség, arra pont a tavalyi esztendő a példa. Tavaly az országgyűlés egy egyszeri döntéssel meg tudta tiltani például a devizahiteleket. Önök is megtehették volna, hogy a legkockázatosabbnak számító svájci frank hiteleket betiltják. Nem azt mondom, hogy feltétlenül az euró alapú hitelezést, hiszen annak is megvan a kockázata, de még mindig lényegesen kisebb kockázata van. A svájci frank alapú hitelezést kellett volna betiltani. Mivel ezt nem tették meg, ennek lett köszönhető, hogy egyébként Magyarország volt az egyetlen olyan ország, ahol ezt korlátlanul meg lehetett tenni. Így még egyszer szeretném elmondani azt a sokkoló adatot, hogy a világ összes svájci frankban kihelyezett hitelének 1/10-ét Magyarországon vették fel. 1/10-ét. Ez tekintettel arra, hogy a svájci frank egy menekülő deviza, egy tartalékvaluta, amelyiknek ilyen szempontból óriási jelentősége van, ez nagyon erősen elgondolkodtató adat. Ez pontosan azt mutatja, hogy felelőtlen volt az a kormányzati hozzáállás, amelyik ezt engedte, és annak ellenére, hogy az adatokból látszott, hogy ez az állomány hogy alakul, nem hozott intézkedés 2005-ben, 2006-ban, 2007-ben, 2008-ban. Az első
Amikor egyáltalán ez a probléma felmerült az önök fejében, az 2009-ben volt a választások előtt. Akkor is egy olyan intézkedést hoztak, hogy hoztak egy kilakoltatási tilalmat, ugye ez gyakorlatilag téli időszakra, és az április 15-ével ez a moratórium megszűnt volna. Tehát ha önökön múlik, a bajnai kormányon múlik, akkor április 15-e után korlátlanul ki lehetett volna lakoltatni mindenkit, akinek a feje fölött devizahitel van,